Hello, hello, szevasz! Beköszöntött a tavasz! Üdvözlök mindenkit a kedvenc videósorozatomban, ami azért a kedvencem, mert semmit nem kell csinálnom, csak kérdésekre válaszolnom, az meg azért csak megy, nem? Még ennyi kihagyás után is. Nagyon örülök neki, hogy újra tudok videókat csinálni, ennek ellenére még azért időt kérek arra, hogy visszarázódjak egy picit, mert még ezt... elszoktam már tőle, jó? Elszoktam. Az meg azt hittem, hogy valaki ki fog ugrani ott a szembe lévő házból, aztán kiderült, hogy csak a ruhák vannak teregetve. Szóval 7 kérdést gyűjtöttem össze, 7 kérdés van, amit fixen megválaszolok, aztán utána olyan villámkérdések tekintetében random fogok választani kérdéseket, hogy hirtelen jöjjön a válasz, ne legyen időm gondolkozni rajta. Úgyhogy ha érdekel pár dolog a csatornámmal vagy velem kapcsolatosan, akkor tartsatok velem ezúttal is, és vágjunk is azonnal bele. Ha is a kérdés, hogy esetleg van fontossági sorrend zene és videózás között. Hát akármennyire nem akarom, hogy legyen van, ez volt az oka annak, hogy 3 hónapig nem volt videó egyébként. Éreztem, hogy ez nem egy olyan dolog, ami túl sokáig bírni fogja, mert egyszerűen nem tudok úgy működni rendesen az életbe, hogy itt hagylak titeket és nem csinálok videókat, de mellette meg nyilván nem csinálok úgy videókat, hogy ne legyen az igazi. Úgyhogy annak ellenére, hogy mindig úgy állítom be mindenkinek, köszönjük nektek is, hogy lófasz nem csináltam az elmúlt 3 hónapban, hát félig igaz, de amikor meg nem csinálok semmit, akkor meg zenét tanulok, vagy zenét csinálok, szóval azokkal meg haladtam. Úgyhogy albummal kapcsolatban, akiket érdekelnek a zenés dolgaim, áprilisban, április elejétől április végéig, ebben az időközben droppolni fog az album. Nem tudom még mikor, hogyha érdekel, akkor kövess be Instagramon és értesíteni fogok róla mindenkit. Rájöttem, hogy ez a kicsi hátulütője az Instagramomnak, hogy csak zenélek ott már. Tehát már semmi YouTube-os dolgot nem csinálok, csak beszélgetni szoktam veletek, meg zenélgetni, és ezért zenével kapcsolatos kérdések jöttek javarészt, de a videókkal kapcsolatosan is összegyűjtöttem azokat, amik vannak, úgyhogy no para. Szóval megmondom nektek az őszintét, mert egyenesen szeretek játszani. Én nem szarozok, én egyenesen megmondom az embernek a szemébe. Akármennyire nem akarom, hogy így legyen, zene, kacsacsör, és kisebb a videózás és a zene nagyobb, nem tudok ezzel mit csinálni, nekem az egy teljesen más élmény. Nem tudom tiszta szívből azt mondani, hogy a YouTube-ot meg a zenét ugyanannyira egyenlően szeretem csinálni. Imádok videózni, az a második legjobb dolog, amit szeretek csinálni, és akkor ezzel szerintem megválaszoltam mindent. Boy Beach kérdése, hogy szerinted lehetséges előadni a rétet csak egy gitárral? Nem. Lehetetlen. Nem egyébként, fun fact, az összes zene ritmikából és harmóniákból épül össze, tehát hangokból és ütemből. A gitárban pedig az a jó, hogy mind a kettő tudod diktálni egyszerre. Az egyik kezeddel a pengetési technikát, azaz a ritmikát nyomod, a másikkal pedig a hangokat, amiket játszasz, úgyhogy minden zenét, ami létezik a világon, elő lehet adni akusztikus változatban. És egyébként elő is lesz adva. Albert kérdése, hogy ketchup vagy ketchup? Fűszeres paradicsomos mártás. Tamás kérdése, hogy mi motivál téged az életben? Jó a kérdés, tág körül ugye a kérdés, de meg tudom válaszolni szerintem elég jól neked. Ez a motiváció az oka annak, hogy még soha életemben nem tudtam olyan 100%-osan szomorúnak vagy kilátástalannak érezni magamat vagy a dolgaimat, mert én azért tartozok nagyon kis létszámú szerencsés emberek közé, nagyon-nagyon kiskoromban megtaláltam már azt, amit azért tudom elmondani, hogy tudok teljesen csinálni örökké, mert eltelt azóta már 5-6 év, és ugyanolyan alázattal vagyok képes csinálni ugyanazt, amit akkor elkezdtem, meg akkor csodáltam, ugye ez a zenélés, és most meg tanulok egy csomó dolgot belőle, úgyhogy ez az, amire szerintem soha életemben nem fogok ráunni. És hogyha nem halok meg fiatalon, akkor idős koromban majd meg countryt vagy blues fogok játszani majd ilyen kis akusztikus koncerteken, szóval jó lesz. Amúgy most jöttem rá, hogy kurvára nem a kérdésre válaszoltam. Ami motivál, az nem egy feltétlen jó érdekű dolog egyébként, de legtöbb esetben, most már egyre kevésbé, de régen mindig az motivált, hogy azok az emberek, akik láttak engem valamilyen formában engem régen, vagy valamit leírtak rólam régen, azoknak egyfajta bizonyítás a világ felé, de ez a bizonyítási kényszer, ez nem fog boldogsághoz vezetni, ezzel tisztában vagyok. Ettől függetlenül leszarom, bennem van. Hát igen, tudjátok, ez a megmondtam, de ti nem hittétek. Nem erről van szó. A motivációm az, hogy én érzem minden nap az, hogy mi az, ami bennem van, és jól ki tudnám adni, úgyhogy azok az emberek, akik nyitottak arra, hogy meghallgassanak, azok átérezzék azt, amiről én beszélni akarok. Nem tudom, ez így mennyire érthető. Az generálja ezt a folyamatos motivációt, hogy tovább csináljam a dolgaimat. Feszültség, energiák, amiket mindenki máshogy dolgoz fel. Akinek az a hivatása, az akár lemegy kondiba pumpálni, vagy lemegy egy csapasportot űzni emiatt, vagy lerajzolja azt, ami a fejében van. Én zenéken keresztül tudom szerintem ezt a legjobban kiadni, és aki vágja ezt az energiaátadásos fasságot, amiről beszélek, az pontosan tudja, hogy ha benned marad, az a legrosszabb. Akkor van benned egy szarérzés, hogy valamit nem csináltál meg. És ez a motiváció, ami tartja bennem. Amikor kijön egy új klip, amikor úgy érzem, hogy kezd összeállni a zene, ezek a legjobb érzések, amik általában történnek velem. Viszont az ötlet és a megvalósítás között dolgozni kell, ami meg szar,
de túl kell esni rajta, és ehhez kell a motiváció, hogy ezt tudjam csinálni. És azért vagyok még rendkívül szerencsés, vagy csak simán hálás, hogy amellett, hogy én szeretek zenélni, és már ezt is számomra legalábbis nagyon sokan hallgatják, és nagyon jó flash meg minden, emellett van egy 400 ezer követős YouTube csatornám, ami nem csak azért jó, mert sokan követnek rajta, hanem azért, mert olyan a közösség, és olyan emberek követnek rajta, akikre büszke lehetek. És ezen a 400 emberen belül még van egy kisebb réteg, akiknek meg kifejezetten megéri beszélni dolgokról, úgyhogy ez a motiváció kérdés egy összetett dolog, de akármennyi időre tűnök el, azt tudjátok, hogy itt leszek veletek nagyon-nagyon sokáig. Molnár Sanya kérdi, hogy kivel szeretnél a legjobban feat-et? Pont amikor már nem töltöttem fel videókat decemberben, akkor találtam rá, illetve rájuk, de én nem érnék még rá rendre azzal, hogy feat-eljünk, mert egy nagyon-nagyon magas nívót képvisel zenei szinten, és úgy érzem, hogy arra meg kell érnie az embernek. De nem tudom, feat-ek tekintetében egyébként még érlelődöm, nem tudom, hogy álljak hozzájuk, és meg kell válogatnom azért elég rendesen. Berkes Dani, hogyha koncertezel, milyen felállásban adod majd elő a számait, egyedül esetleg több zenésszel? Why not both? Fél playback, amik az alapban vannak és jellegzetes hangok, azok mennek a háttérből, de mellette egy profi gitáros és egy profi dobos fogja diktálni a tempót, hogy mégis meglegyen az élő hangzása, mellette majd én is gitározgatok nektek. Úgyhogy ahogy ezt a fejembe elképzeltem, hangulatban, megvalósításban, hogyha minden úgy alakul, ahogy terveztem, akkor a tőlem vagy a tőlünk telhető legmagasabb koncertélményt fogjátok kapni Magyarországon. Legalábbis nekem nem titkolt célom, hogy a koncertekkel kiemelkedően szerepeljek, mert ez az, amit egész életembe akarok csinálni, úgyhogy meglátjuk majd, hogy fog menni. És már van annyira nagy pofám, eddig izgultam meg minden, most már azt tudom mondani, hogy menni fog. Ivet kérdése pedig, hogy miért kezdtél el zenélni? Hát nincs erre szerintem egy pontos magyarázat, hogy miért volt az, hogy jókom és zenélni fogok. Jöttek folyamatosan a motivációk. A legeslegelső kapcsolatom zenével az egy LL Junior lemez volt, amit óvodáskoromba kaptam karácsonyra. Majka lemezt akartam, de végül LL Juniort kaptam. Úgy érzem, hogy nem jártam rosszul, mivel a mai napig szerintem Junior legendás zeneiséggel rendelkezik. Amikor a családomban nem nagyon zenél senki, anyukám nagyon szépen és nagyon jól tud énekelni, de hogy maga a zeneiség flash, hogy írni meg ilyeneket csinálni, azt nem nagyon nyomta senki, úgyhogy nem tudom, hogy honnan. Lehet, hogy nagyképű, nem tudom, de én erre már hivatásként tekintek. Szóval nincsen konkrétok, de örülök, hogy rátaláltam, mert Isten se tudja, mi lenne velem most nélkülem. Na akkor most jönnek a villám kérdések. Nézem, hogy miket írtatok a legfrissebb kérdések ebben a pillanatban. Mi az, amiket ebben az évben el akarsz érni? Jogosítvány kéne, vezetni illene nyilvánvalóan. Hogy ki legyen az a gyászos album, tudjam a videókat csinálni azért viszonylag rendszeresen, erre a csatornára természetesen. Nem akarom, hogy véget érjen az év anélkül, hogy nem streameltem nektek. Ugyanis akarok majd kicsit ilyen beszélgető streameket, ugyanaz, amit most látok, csak élőben, vagy mondjuk valami játékot nyomok mellette, és akkor ilyen dumálgatósba. Cat to Dab kérdése, milyen zenék lesznek az albumon? Stílusban nem nagyon tudnám bekategorizálni, de kimerem mondani, hogy jók, jó zenék lesznek, majd meghalljátok, nem tudom, valakinek lehet, hogy nem fogja ezt bevenni a gyomra, vagy szimplán csak nem az ő világa lesz a hangzás, de próbáltam azért minél vegyesebb hangzás belerakni. Ha majd meglátjátok. Barbif kérdése, hogyha az életedről film készülne, mi volna a címe és melyik színész játszana téged? Hát a címét azt most nem tudnám neked így megmondani. Legyen az, hogy Pule. Legyen az, hogy Pule, és Mucsi Zoltán szeretném, hogy játszon engem. De ez, hát nyilván, akárhogyan nézem, időben nem megvalósítható. Nem a faszt, a Marics Peti játszana. Marics Peti játszana szerepelt, mert mindig összekevernek vele. Szeretném a Bayer Zsolt rendezni majd. MC Havr kérdése, mi a véleményed arról, hogy a lányok tátogva táncolnak a zenéidre? Most ugye a rétről van szó, mert csináltunk egy zenét a Dessel, ami magyar, és be is futott. Most tudom mondani azt, hogy blow up volt, nem? Hát azért megnézték annyian, és TikTokon elkezdtek a... hát az ilyen TikTokos lányok így tátogni rá, és nem tudom, csomóan idegesek, hogy nem is ismered, aztán tátogsz rá. Szerintem tök aranyosak, nekem semmi probléma nincsen vele, én örülök, hogy terjed maga a szó, meg hogy más emberek élvezik hallgatni. A rét igazából erről szól, hogy vibe-olja rá, nincsen különösebb komolyabb magyarázata, nem is azért készült el. Gyilkos Panda kérdése, szoktál olvasni, és ha igen, milyeneket nem? Soha nem szoktam olvasni, megmondom az őszintét. Legalábbis már általános iskola óta nem. Volt egy időszak, amikor így bele akartam építeni a személyiségembe, hogy én vagyok az, aki olvasni is szokott, de
Nem megy, egyszerűen annyira elkalandozok, olvasom a betűket, és egyszer csak jön egy jobb gondolat, és elkezdek valami máson gondolkozni, és elolvasok három oldalt, bazd meg, úgy, hogy nem is figyeltem arra, hogy mit olvasok, csak ugye a betűket olvastam össze, mint valami kétbites. Mindegy, hagyjuk, nem olvasok, és főzni se főzök. Ricsi kérdés, hogy kerültél már olyan kínos helyzetbe, amit az okozott, hogy videókat csinálsz? Nem nagyon. Szerintem ez részben annak is tudható, hogy nem csinálok azért olyan videókat, amiket cringe-ként lehetne titulálni. Lehet, hogy sok ember nem ért ezzel egyet, én így gondolom. Ami cringe szituáció szokott lenni, az az, amikor az emberek akár olyan ismerőseim is így azt gondolják, hogy azt, hogy YouTube-ozok, meg felismernek az utcán, az azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon nagy sztárral vannak együtt, és nagy dumásabb emberek, nem tudom, mondjuk az utca közepén elkezdik kiabálni a nevemet, és akkor azt várják, hogy majd valaki oda jöjjön. De az eset nagy százalékában, még ha tudják is, hogy ki vagyok és ott felismernek, akkor se fognak oda jönni, mert az, hogy ott van egy ismerősöm mellettem, és csak simán kikiabálja a nevemet, és várja azt, hogy legyen valami reakció rá, a reakció az esetek 100%-ában elmarad, és csak simán kellemetlen lesz a szituáció. Úgyhogy ezt akár innen meg is üzenetem az összes ismerősömnek, aki már magára ismert ezzel kapcsolatosan, hogy ez általában csak rosszul szokott elsülni. És az utolsó kérdés, ami ebbe a videóba belefért, Grey from the Darkness. Az Imverse albumot, illetve az előtte lévő zenéket hol adtad ki, vagy csak simán feltöltötted? A Spotify-ra nem lehet simán feltölteni, vagy nem lehet is streamelő platformokra felnyomni, úgyhogy DistroKid én használtam nagyon-nagyon sokáig. Nagyon korrekt, keveset kell befizetned, korrektül osztják el a pénzt, ami jön belőle, hogyha nyilván úgy hallgatnak téged, hogy abból pénzed is van. Felrakja mindenhova, megbízható. Szerintem a legjobb platform minden olyan előadónak, aki szeretne független maradni és nem leszerződni egy kiadóhoz. Úgyhogy ez a kis mai hóvég kérdezfelelek ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és következő hónapban találkozunk is. Érezzétek jól magatokat, menjetek ki a szabad levegőre, mert úgyis jó idő van. Ilyeneket csináljátok, sugárzom nektek a pozitív energiát. Vigyázzatok magatokra, cső!